Atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. Az első Korintus levél 14. fejezet 20. versével szeretnék most áldásos napot kívánni mindannyiunknak. Érezzük, hogy ez a vers nem csak egy napra szól, ez is az egész életünk nagy tanulsága kell, hogy legyen, hogy gyermekek, ne értelemben legyünk. Az értelemnek tulajdonsága, hogy kisgyerekkorunktól fogva kifejlődik, egyre többet sajátítunk el az ismeretekből, jobban meg kell, hogy ismerjük a világot, az embert, az emberiség történelmét, önmagunkat, önmagunk sorsát, jellemének alakulását, tehát az értelemnek állandóan fejlődni kell, ezért is kaptuk az egész Szentírást, mind a 66 könyvében, minden oldalról csiszolja és fényesíti az ember értelmét, hogy Mózes kéri a 90. Zsoltár 12. versébe, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát értelemben növekedjünk, a lelki maradjon ugyanannyira, sőt, még inkább hatékony, mint gyermekkorunkban volt, és ezáltal a személyiségünk, a lényünk, a szívünk, a belső emberünk, az fejlődjön, az a mennyek országa számára elkészüljön. Viszont eközben nagyon szeme előtt kell tartanunk, amiről tegnap is beszéltünk, hogy nem az erdőt kell először megismerni, a fát kell először megismerni. A fát kell megismerni, vagyis az alapelveket. És egy ilyen alapelvet mond a korintusiaknak, ahol rendkívül sok probléma volt abban a gyülekezetben, most éppen a lelki ajándékokról, való tudatlanságukról értekezik Pál az első korintus Tevér 12. és 14. fejezetei között, és ide illeszti be a 13. fejezetbe a szeretet himnuszát, tehát az egyik alapelv, hogy miközben az ismeretekben növekszünk, egyre többet tudunk, a hitről is egyre többet tudunk a megtérésünk után, nem csak elméletileg, gyakorlatilag is, ezért mondja. Péter második levele első fejezete, hogy a ti hitetekhez ragasztatok jó cselekedeteket, a jó cselekedetek mellé tudományt. Hát igen, egyre nagyobb lesz a tudománya annak, aki megértette Isten igéjét, megértette az Isteni alapelveket, és azok szerint szeretne élni, tehát a gyakorlatban is ezeket ki akarja próbálni, abból lesz az igazi tudomány, ebben a fejlődésünk határtalan, nem csak itt az életben, még az örök életben is. Mert hiszen az örök életben is állandó fejlődés lesz ismeretben, hitben, reménységben, szeretetben, ahogy éppen a szeretet himnusza végén olvashatjuk. De itt a földi életünkben valamit nagyon tartsunk a szem előtt, hogy gonoszságban gyerekek maradjunk. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy hát a kisgyerek is elkövet azért pajkos dolgokat, vagy olyan hát nem kívánatos dolgokat. Igen, gonosz az ember szíve az ő ifjúságától fogva, mondja Isten az özönvíz után, de a kisgyermek azért nem ragaszkodik annyira foggal, körömmel az ő pajkos, csintalan, talán lehet így is mondani, rossz vagy gonosz dolgaihoz. Gyorsan kikerül belőlük. Gyorsan eltörik a mécses, gyorsan tud megbánást tanúsítani, gyorsan tudja rendezni az élete dolgait, mert a gyermek pontosan tudja, hogy rendezés nélküli élet nem élet, csak a tiszta élet az élet. Gonosságban gyermeknek lenni, nem megmagyarázni a bűneinket, nem mentegetni a bűneinket, nem foggal-körömmel ragaszkodni a bűneinkhez, hanem fölcsillanó szemmel, még akkor is, hogyha e szemben köny ragyog, de ez a köny nem éget már, de ragyog, mondja Arany János, tehát szakítani a rosszal hátat fordítani a rossznak. Iszonyodjatok a gonosztól és ragaszkodjatok a jóhoz, mondja Pál és Jakab apostolok a Bibliának, fényes igéi ezek, ezt vigyük a mai napunkon magunkkal, hogy az értelemben felnőttek legyünk, növekedjünk, de a gonoszságban gyermekek maradjunk, sőt, mindinkább gyermekek legyünk a mai napon is.